Most pedig szeretnék néhány ige verset felolvasni, és talán nem olvasom föl az egész történetet, de egy nagyon izgalmas történet, pedig a Samuel második könyvében van leírva a kilences részben. Az első verstől olvasok néhány verset. Itt azt mondja az ige, mondta pedig Dávid, maradt -e még valaki a Saul népe közül, hogy irgalmasságot cselekedjem ővele Jonatánért? Volt pedig a Saul házából egy szolg, akinek neve Siba volt, ki Dávidhoz szólítának, és mondta a király neki, te vagy-e Siba? Felelt, én vagyok a te szolgád. Akkor mondta a király, maradt-e még valaki a Saul házanépek közül, hogy cselekedjen vele az Isten irgalmasságát? És felelt Siba a királynak, van még Jonatánnak egy fia, ki mindkét lábára sánta. És néhány verssel később folytatom. Itt a hetes vers azt mondja, hogy ne félj, mert kétség nélkül irgalmasságot cselekszem veled, Jonatánért, a te atyádért, és visszaadom neked Saulnak, a te nagyatyádnak minden majorságát, és neked mindenkor asztalomnál lesz ételed. Akkor fejed hajt a mefibóset, és mondja, micsoda a te szolgád, hogy a holt ebre reá tekintettél, minémű vagyok. Szólítá azután a király Sibát, Saulnak szolgáját, és mondja neki, valamilyen volt Saulnak és egész házanépének, mindazokat a te urad fiának adtam. Eddig olvasom ezeket az igéket, magát a történetet, csak nagy, ugye biztosan ismeritek, hogy ki volt a Mefibóset. Itt említi is az ige, hogy Salamonnak a fia, bocsánat nem, hanem a Jonatánnak a fia volt, akinek ígéretet tett a Dávid szövetség alapján, hogy nyugi, én gondoskodni fogok a gyermekedről, és nem fogom bántani. Ha belegondoltok abba a helyzetbe, hogy történt egy, ugye megölték a királyi családot, Sault és a fiait megölték. Természetes esetben, ha a könyveket olvassátok, az új király az igyekezett, nem a Dávidról van konkrétan szó, de történelmet, ha olvastok, akkor Biztosan találkoztatok olyan történettel, amikor a király igyekezett minden ellen lábasát, vagy minden olyan személyt likvidálni, akik veszélyesek voltak a trónjára. Na most, ennél, ok, ennél oknál fogva, mivel elesett a király és a gyermekei, a hercegek elestek, így mi történik? A dada vagy a dajka fogja a gyermeket, és elindul vele, és menekül. És ebben a helyzetben történik egy olyan szerencsétlen helyzet, amelyre megint csak meg kell jegyezni, hogy nem szándékos, jó indulatból történő dolog, aminek a kimenetele tragikus. Nem az életét veszíti el Mefibósát, de egy életre nyomorék marad. És ennek a gyermeknek az életpályája elindul úgy, hogy potenciálisan herceg vagyok, potenciálisan én vagyok a trónnak, a jogos örököse, és hogyha a történetet ismeritek, akkor tudjátok azt, hogy Saul volt a király, örököse ugye a fia Jonatán, és annak az örököse, megint csak az ő fia lett volna, de Isten másképpen gondolta és fölkente Dávidot, ugye Saulnak az engedetlensége miatt megbánta az, hogy királyjá kente Sault. És ebben a helyzetben, amikor elindul egy sors történet, amikor elindul ez a történet, és teljesen jó pályát, úgy tűnik, hogy jó pályán van, egyszer csak hirtelen mindennek vége szakad. És nem elég, hogy vége szakad ennek a pályának, és nem futhatja be azt a pályát, amiben esetlegesen reménykedhetett, hogy majd egyszer olyan társadalmi státusza lesz, vagy akár hercegként, akár királyként, bár ezt tudjuk, hogy ez nem ö, valósulhatott meg. De hogy ebben a helyzetben mi történik, nem elég, hogy elveszíti ezt a státuszát, de megnyomorítatik, azaz olyan sérüléseket szenved, hogy mindkét lábára nyomorék marad. És hogy miért mondom, miért ha igyekszem ezt hangsúlyozni? Azért, mert ma nagyon sokan vagyunk így itt a gyülekezetekben, akik az élet során, az életben meg lettünk nyomorítva. Valamilyen területen nyomorúságot szenvedtünk el. És Hazugság lenne azt mondani, hogy ez a nyomorúság nem hatott ki sokaknak az egész életére. Sokaknak még az újjászületett életüket követően is ezekkel, a törésekkel kell, hogy szenvedjenek. És vannak azok az emberek, akik elvannak a maguk fájdalmával, bezárkóznak és elpróbálják rejteni. Valahogyan túlélték azt a krízis időszakot, de az egész életük egy megnyomorított élet, egy megnyomorított állapot és olyan helyre kerülnek, ha csak a történet, ebben a történetben a neveket néziktek meg, és biztosan, hogy hallottátok már, de ugye hol volt a Mefibóset? nél a Mákir fiánál. Amiel Isten népe, vagy az Isten népe közül származó. A Mákir az pedig eladatik, kiszolgáltatott. És egy olyan helyen, helyre kerül a Mefibóset, amely településnek a neve Lodebár, és ez is egy beszédes név, ennek is jelentés tartalma van, hogy abban az esetben, amikor az ember az ő lelkének a sérülése miatt, amikor annyira sérül, vagy amikor, hogy mondjam, tehát a Mefibóset az gyermekként sérült. De az a helyzet, hogy Ma már én nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én azt látom, hogy ma a XXI. században felnőtt emberek az élet vitelből adódóan egyre öm, kisebb az ellenállásuk, a lelküknek az ellenállása. Elég, ha valaki csúnyán nézett rám, elég, ha nem úgy nézett rám, pedig csak szemtengejfeldülése van, de én azt gondolom, hogy ő csúnyán nézett rám, és onnantól kezdve már biztos haragszik rám, már biztos azt mondja, és ma már, és ne haragudjatok, keresztények között is nagyon sokan, bizonyos feltételezések, és általában mik, az én saját magam fusztrációi, biztos azért beszélt róla a pásztor. Biztos azért mondta ez, biztos rólam susmutoltak. És mi történik ebben az állapotban? Az ember folyamatosan kezdi magát körülzárni. Elzárni magát, Megvan a szívében, hogy az Isten népe közül való vagyok. Aztán jön az az állapot, amikor egyfajta eladatott állapotba kerülsz. Nem tudni, hogy akkor most pontosan mi is van veled. És aztán itt ülsz a gyülekezetben, és mégis Lodebárban vagy. A, a Lodebár, a, a debár szó a, a, az a debár szóból származik, azaz. Ez a, a lodebár nincs legelő. Az eredeti szóból ö, fakadóan nincs szó. Olyan helyre tudsz kerülni, és gondolj bele úgy, hogy itt ülsz a gyülekezetben. Nem tudom, hogy te voltál-e úgy, én voltam úgy, hogy úgy ültem éveken keresztül a gyülekezetben, hogy nem volt ige. Nem azért, mert nem szólt az ige, hanem az én lelkem volt olyan helyen, hogy elzártam magam az ige elől és akár mennyi, akár hogyan is szólt az ige, nem voltam képes meghallani, mert el voltam a magam önsajnálatával, el voltam a magam lelkének a gyötrelmével, elvoltam voltam azzal, hogy más hibáztatok a sorsomért, hogy mi történt az életemben, és hogyan történt. El voltam ezzel foglalva a helyet, hogy odafigyeltem volna. De egy nagyon-nagyon jó hír van. Az, hogy Isten küldött egy követet. Isten küldött egy követet, és oda, oda küldte hozzád a követet, és azt mondta, figyelj, én ma veled irgalmasságot akarok cselekedni. Én nem akarom azt, hogy te megmaradj abban a lelki állapotban, amiben benne vagy. Nem akarom azt, hogy tovább nyalogasd a sebeidet, nem szeretném azt, hogyha tovább abban az önsajnálatban ö, hemp hemperegnél, amiben teltek az évtizedek. Mert úgy tűnik, hogy a Mephibósetről elfelejtkezett a Dávid. Egy évtized, két évtized legalább eltelt. És mintha elfelejtette volna mindenki mefibósetet, Egy olyan helyen, ami igenélküli, puszta hely, és valakinél lakó volt. Erre odaküldt Dávid, mert megemlékezik arról, hogy mit egért. És azt mondja, hogy irgalmasságot akarok cselekedni. Isten ma veled, Jézus Krisztus miatt, irgalmasságot akar cselekedni. Hogy téged kiszabadítson abból az állapotodból, amiről én nem tudok, hogy milyen állapotban vagy, hogy úgy ülsz-e itt esetleg, hogy a szívedben meg vagy nyomorítva, a lelkedben meg vagy nyomorítva, eljöttél esetleg a szokás miatt, akkor megint csak neked szól, hogy irgalmasságot akarok veled cselekedni. Vissza akarlak téged helyezni abba az áldásba, amit neked készítettem el. Nézd meg, a Mefibóset nem másnak az áldását kapta meg, hanem örökség szerint a jogát kapta meg. Örökség szerint, amihez joga volt. Mihez volt joga? Saulnak a vagyonához. És azt mondja, hogy gyere, gyere Jeruzsálembe. Neked az asztalomnál lesz a helyed. És mindent, ami a Saulé volt, minden majorságot visszakapsz. És gondolj bele, hogy szegénységből, nyomorúságból, tisztségbe emeli az Úr. Úgy, hogy ez az ember nem azt mondja, na végre már. Hát ezt vártam. Mikor? Hogy, hogy nem láttátok eddig a tehetségemet? Hogy, hogy nem láttátok eddig a képességeimet, hogy mire vagyok képes, hogy Vagy milyen tehetségem van, hogy van még itt azért erő. Nem ezt mondta, hanem én egy utolsó kutya méltó vagyok arra, hogy a kegyelmetbe, az irgalmatba fogadj. És bármilyen, bármilyen háttérből jöttél, bármi nyomorítja a lelked, Isten ma is irgalmasságot akar veled cselekedni. És abba az örökségbe akar téged helyezni, amelybe. Amelyet Jézus Krisztus számodra és számomra megszerzett. Ez a te örökséged: a szabadság, a bűnélküli élet, a győzelem, az áldás, az egészség. És azt mondja, hogy Jeruzsálemben az én asztalomnál lesz a helyed. Most elképzelsz egy asztalt, és elképzelheted a legfinomabb bételeket. Nálunk békésen, amit nagyon szeretnek a romák. Töltött káposzta, késsel vágott tészta, igaz, hogy a Sándor szerint csak paprikás krumpli számunkra, meg sokkal több a paprikás krumplinál, na de hát mi úgy hívjuk, hogy késsel vágott tészta. De itt mondhatnánk a, a most ami eszemű puliszka, bármilyen ételt, ami ott van, kitesznek eléd, és tudod, az ember nagyon sokszor, amikor, ha csak megnézed, teríted, elképzeled és teríted, asztalt látsz magad előtt. Azt gondolod, hogy hú, de jó lenne. És összefut a nyál a szádban. És lehet, hogy már arra gondolsz, hogy Isten tisztután milyen jót fogsz vacsorázni. De! Isten megígérte, azt mondta, hogy visszaadom minden örökségedet. És gondolj bele, hogy azt mondja, hogy nálam, az asztalomnál van a helyed, semmiben sem fogsz hiányt szenvedni. Tudod, mi tud téged megfosztani attól, hogy az asztalon lévő ételből, a király asztaláról elvegyél. Rajtad kívül semmi, és senki. Egyedül a lelked az, ami meg tud téged fosztani. Tudod miért? Eszembe jut egy unokabátyám, aki mindig ö, szerette a tintát, és állandóan, ha csak találkoztunk, ö, akkor éppen rám nézett, beazonosította, hogy melyik ö, ágról vagyok és ki. Annyira távoli nem volt. És egyből elkezdett szegény csinni, cigány, szegény cigány gyerek vagyok, van egy kétszázasod. És ez azért jut eszembe, mert alapvetően az ember önmagára tekinthet így, hogy én csak ez vagyok. Hogy én nem vagyok méltó arra, én nem vagyok biztos, engem akar meggyógyítani, engem akar megáldani. Hát olyan jó látni, amikor másokat megáld az Úr. De engem, nekem is van örökségem. Hát örököltem anyámtól, apámtól adósságot. Nem egyébként, de na most mondhatnád azt, hogy ezt örökölted, de az úrtól nem az adósságot örököltük. És amikor ott a terített asztal, tudod, az a helyzet, hogy mivel az asztalhoz ültetett bennünket, nekünk még csak kérnünk sem kell. Hanem oda kell mennünk az asztalhoz, ott ülünk. Kinyújtod a kezed, és elveszed. És az elvétel, azt tudod, mit jelent? Nem az, hogy állandóan kérsz, kérsz, kérsz. Annyira hozzászoktunk ahhoz, hogy megyünk az Úr jelenlétébe. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, voltam így. Ö, mentek az Úr, megyünk az Úr jelenlétébe. Uram, olyan csodálatos vagy, olyan szent vagy, szabadító is vagy, meg ez is vagy, meg az is vagy, de közben azt, ami a szívedben van, nem mered elmondani az Úrnak. Nem mered kitárni a szívedet, és azt mondani, hogy ez van, Uram. Én nagyon szeretnék szabad lenni, nagyon szeretnék gyógyulni, nagyon szeretnék helyreállni, de nem megy. Erőtlen vagyok. Hát többet mondasz ezzel az úrnak, mint hogyha azt mondanád, olyan csodálatos vagy, uram, olyan szent vagy. Az Úr ezt magáról tudja. Te még emlegeted is neki, de ő igazából arra kíváncsi, hogy a szívedben mi van. És tudod, megérteném azt is, amikor értetlenül áll az atyánk, miértetlenül áll az előtt, hogy az én fiam megszerzett mindent a, szám, a számotokra, akkor miért nem éltek vele? És ma a XXI. században a kereszténységnek meg kell tanulnia élni ezzel. Ne haragudjatok, hogy ezt fogom mondani. Teológiával annyira tele a fejünk. Olyan képzettek vagyunk, hogy lassan fej nehezek. És tudjátok, hogy mi marad el? Az evangéliumnak az egyszerű igazsága. Mert annyira képezzük magunkat, fontos, mert itt mellé ragaszunk tudomány, nagyon fontos. De az ismeret miatt, a teológia miatt sokszor, amikor annyira tudod, annyira nagy a fej már az ismeret miatt, akkor még azt is megkérdőjelezed, amit Jézus mond, hogy ilyen egyszerű lenne. Csak azt kell mondani, hogy köszönöm. Csak azt kell mondani, hogy köszönöm, mert ezzel fogadod el. Mert amikor megvan ígérve számodra és számomra az örökség, és az Úr azt mondta neked, hogy én irgalmasságot akarok veled cselekedni. Elég volt, ab, eleget néztem azt, hogy abban az állapotban vagy. Hagytam, hát ha kimozdulsz. És azt sem lehet mondani, hogy elszakadtál az igétől, mert valamennyi ige még mindig van benned. Mert az Úrhoz tartozol, de a vége lehet az eladatott, eladatott állapot. És a helyzet maga, hogy igen nélkül vagy. Gyülekezetbe jársz, de igen nélkül vagy. Mindent megteszel a közösségért, de igen nélkül vagy. Mert nem hagyod, hogy a szívedet eléri az Isten beszéde. És nem hagyod, hogy meghald az, hogy az Úr szól neked, hogy irgalmasságot akarok veled cselekedni, meg akarlak szabadítani, helyre akarlak állítani, vissza szeretném adni neked az életnek az örömét. Hogy érezd azt, és tudjad azt, hogy nálam igazság van, békesség van, és szent Szelem által való öröm van. Hogy az életedben ez ne csak egy elmélet legyen, ne csak egy tudás legyen, hanem a valósága legyen a mindennapokban, hogy igazság, békesség és szent Szelemtől való öröm. És nekünk ebben, ebben kell megújulni, és amikor ott a terített asztal, akkor nem sopánkodnunk kell az Úr előtt. Add már meg, Uram. Hadd nyúljak ahhoz a tejfölös töltött káposztához, vagy ahhoz a na, késsel vágott tésztához. Hadd nyúljak már hozzá. Meg is kívántam. Nem sopánkodni kell, mert amíg sopánkodsz, csak gondolj a gyermekedre. Amikor sopánkodik a gyermek, tudod nagyon jól, hogy valamit szeretne. Nagyon jól tudod, hogy valamit akar, de hát elkezd tiszteletköröket, mert van az a kor, amikor nem sopánkodik, lövi neked a legdrágábbat ved meg neki, mert neki azt tetszik, és simán lövi neked, eljön az az idő, amikor már tudja, hogy taktikázni kell, so, ö, tehát már kerülő utakat, gyorsan kitakarít mondjuk, igaz, hogy utána csinálod, de semmi baj, gyorsan kitakarít, csak azért, hogy jó pontot szerezzen, hát hogyha azt, amit szeretne, eléri. Elkezd sopánkodni, kanyargós úton jut el a célig, de te tudod, hogy valamit kérni szeretne. Na mi az Úrral pont ezt csináljuk. Nagyon sokszor csak sopánkodunk. Uram, olyan jó lenne, olyan jó lenne. Közben meg, az, közben meg az atya nem érti. Amikor a gyereked elérte azt a kort, és azt mondja, hogy éhes. Amikor kicsi volt ugrottál és csináltad neki, és eléraktad. Amikor már elérte azt a kort, akkor azt mondod neki, figyelj, ott a hűtés csináld meg magadnak. És ki tudja magát szolgálni, mert minden, ami ott van a házban, ugye nem lakat alatt van elvileg a hűtő sem, de oda mész a hűtőhöz, oda a gyerek a hűtőhöz, kiveszi azt, amik, ö, amit szeretne, akkor is ahányszor mondjuk, ha nincsen rendszer, nálunk nincsen rendszer, tehát akkor megy oda, ahova a, a, akkor megy a hűtőz, amikor csak szeretne, de szabadon kiszolgálja magát. És nem sopánkodik, nálunk megy az a rendszer, négyen vannak a srácok, van négy, négy abból az adott dologból, ha túl sokáig van ott a négy, egy gyerek azt a hármat vagy négyet biztos, hogy elrendezi. Ott volt, miért nem ették? És nem fusztrálja magát, hogy ott volt, miért nem ették. És közben mi meg, amikor azt mondja az Ige, azt mondja az Úr, hogy örökség a tied. Vedd el magadnak. Nyugodtan ülj az asztalomhoz. Nyugodj meg. Én nem azt gondolom rólad, amit te gondolsz magadról. Én azt gondolom rólad, hogy megváltott vagy, szeretett vagy, megigazított vagy. Te vagy az a személy, aki bővölködsz a kegyelemben, aki vetted a megigazulás ajándékát és bővölködsz a kegyelemben. Te az az ember vagy az én, számom, az én szememben. Az én szememben mindennél jobban szeretett vagy. Féltékenyen szeretlek téged. Gyere, ülj az asztalomhoz. És amikor ott van fölszolgálva az áldás, mert azt mondja az Ige, meg vagyunk áldva minden szellemi áldással a mennyekben, Jézus Krisztusban, akkor ez mind a tied. És nem sopánkodni kell, hanem amikor gyógyulásra van szükséged, amikor helyreállásra van szükséged, akkor úgy mész oda, lehet, hogy van az a pillanat, uram, ad, hogy helyreálljak. De amikor szól hozzád az Ige, akkor már nem azt kell mondani, Add, Uram, hogy helyreálljak. Add, Uram, hogy meggyógyuljak. Add, Uram, hogy az életemben azok a dolgok, amelyek nincsenek rendben, azok egyenesbe jöjjenek, hanem azt mondod Jézusnak, azt mondod az atyának, hogy köszönöm, atyám, hogy Jézus megszerezte a számomra. Köszönöm neked, hogy Jézus lehetővé tette, hogy azt az örökséget birtokba vegyem, mert megszerezte számomra, mert azt mondja, Jézusról, rólad mondja az Ige, hogy te a Krisztusnak az örököstársa vagy, az Atyának az örököse vagy. És örökséged van. Nem egy, nem egy örökség nélküli életre lettünk elhívva, hanem egy olyan életre, amelyben van tartalom van örökség, és már itt ezen a földön ezt az örökséget, már itt ezen a földön ennek az áldásait élvezhetjük. De ehhez le kell tedd azt, amit gondolsz sokszor magadról. Lehet, hogy éppen azt kell leted magadról, hogy túl sokat gondolsz magadról. És kell, hogy az ige helyre tegye benned. Hát most akárhogy is gondoljuk végig, Öröm nélkül van igazi élet? Hát amikor a Sándor beszél, beszél arról, ugye beszélt arról, hogy temetések, és ez is az és az, akkor itt csak azt tudom mondani, hogy én testközelből tapasztaltam, hogy mi a helyzet. Testközelből látta az ember, mit végez a Covid, és mit csinál, mit csinál az emberekkel. És keresztények, újjászületett keresztények, akik uh, próbálják a... megpróbálják mondani a tutit. Megpróbálják elmondani, hogyan kell Istent uh, dicsérni, hogyan kell Istent szeretni, hogyan kell Jézust követni. Közben meg, amikor arról van szó, hogy birtokba venni azt az áldást, amely el van készítve, akkor nem tudjuk birtokba venni. És tudod miért? Mert sokszor Oké, okay, hogy, hogy ismerjük azokat a fogalmakat, hogy szívhit, meg fejhit. De ettől egy józan ember csak meghűl. Mert nem fogja tudni megkülönböztetni, hogy felhit, meg, 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 meg szívhit. Egyszerűen csak rajongásból vissza kell szerezzük az úrért, az úrért való rajongásunkat. Hogy rajongjunk az Úrért. Az Úrnak az öröme legyen a mi erősségünk. Az Úr örömével töltekezzünk be, hogy amikor jön az az élethelyzet, amikor próbál kiszorítani bennünket, és ma nagyon sok minden próbál kiszorítani bennünket az igének a helyéről. Tudod, milyen hálásak lehetünk azért, hogy van ige? Hogy van ige, van kijelentés. Tudod, milyen hálásak lehetünk? Ez az, az ige az, ami meg tudja tartani az embert. se rájött erre. Jó, mondjuk mert volna nemet mondani a királynak. Tiszteletlenség lett volna. De mi hányszor mondunk nemet a világ mindenség teremtőjének? Hányszor magyarázzuk meg a bizonyítványt? Hányszor magyarázzuk meg azt, hogy miért nem úgy van, ahogy ő mondja? Vagy miért kéne úgy legyen, ahogy én mondom? És közben ezért nem kezd el működni az életünkben, mert mi akarjuk megmondani az Úrnak, hogy hogyan csinálja, ahelyett, hogy csak azt mondanánk, hogy köszönöm neked. És tudod, amikor az életedben van egy erősebb, vagy egy nagyobb próba, vagy krízis van az életedben, akkor ne felejtkezz el, kérlek, arról sem, hogy a gyülekezetben előfordulhat az, hogy valaki nem rossz indulatból, de sikerül annak az adott személynek véletlenül megsértenie. És, és neked érne annyit, hogy emiatt igen való helyre kerülj. Egyetlen szó, egyetlen beszéd, egy rugás, egy balos, egy jobbos, semmi nem ér annyit, hogy elszakadja az Isten igéjétől. Semmi nem ér annyit, hogy az örökségettől távol kerülj. Ugyanis Mefibó az örökségtől, azzal, hogy ő elmenekült, és érthető, hogy menekülőre fogták, de gondolj bele, hogy úgy ö, került ö, ilyen tragikus élethelyzetbe, és most itt a, a megnyomorított fizikálisan megnyomorított állapotról beszélek, hogy nem szándékosan csinálták. A legjobb indulattal akarta a dajka menteni az életét. Hát a dajka nevelte. A legjobb indulattal félrecsúszott. Elesett. És nem szándékosan. De ilyenkor föl kell tenned magadban a kérdést. Kiért tértem meg? Amikor bántás szerzel, és lehet, hogy nem így szándékos, te esetleg annak véled, a mefibósetnek is fel kellett dolgozza azt az állapotot, és nézd meg, hogy közben, ahogy olvasod a történetet, lesz egy gyereke, akinek a Mika nevet adja, és a Mika nevének a jelentése, ki olyan, mint az Úr. Mégis ott van a szívben a reménység. Mégis ott van, hogy valakitől várom a szabadítást. Nem jobb megadni magad, mint makacskodni. És azt mondani, hogy megbántott, hagyjatok engem békén. Elfoglalta a székemet. Hagyjatok békén. Biztos engem prédikáltak ki. Hagyjatok békén. Túl hangos a zene, hagyjatok békén. És mindenért hagyjatok békén. És a következménye, él annyit, hogy elszakadsz az igétől, és leszeparálod magad egy olyan helyre, akár kiszolgáltatott állapotba, ugyanis tudod hol nem fogsz kiszolgáltatott állapotba kerülni? A királyasztalánál. Mert ha valahol van lóvé, képletesen, van kaja, van ellátás, van gondviselés, na az a királyasztala. Oda mindig bevitték az adót, a terményből a királynak járó részt bevitték. A királynak a tárháza soha nem lehetett üres. A királyról és a király családjáról gondoskodniuk kellett. A királyi asztalnál tudod mi van? A mindenre elég. A bőség. Nem a szükség, nem a nélkülözés, hanem a mindenre elég van, mert Isten jelenlétében be belesznek töltve a szükségeid. Mert ő a mindenre elégnek az Istene aki téged ki akar ragadni, ha olyan állapotban vagy benne, vagy ha nem, akkor pedig ne kerülj ilyen állapotba, de hogy gyerek, ki ebből az állapotodból, mert az Úr küldött neked, küldötted, és bármennyire is sokszor nehéz ezt elgondolnod, te magad is lehetsz egy küldött, aki itt ülsz a gyülekezetben, és teljes szívvel követed az Urat, lehetsz egy embernek az életében küldött, de a gyülekezet vezetője is Pásztora is egy küldött, akin keresztül szól az Úr, hogy gyere ki arról a helyről. Mert nem jó ott neked, mert én többet terveztem felőled, én jót terveztem felőled, és ahogyan a dal szólt, mindent a javadra fogok fordítani. Lehet, hogy kiesett az életedből X idő, lehet, hogy eltöltöttél a magad ki zárkájában, igenélküli helyeken töltöttél el időt, de a szívedben valahol mégis ott volt, hogy valamikor szövetséget kötöttem a világmindenség teremtőjével, ki olyan, mint az Úr. De nem volt erőd arra, hogy fölkelj. Nem volt erőd arra, hogy kigyere abból az állapotodból, mert mondjuk eltörték a lábadat, és nem tudsz ráállni. Most a lelkednek a lábaira gondolj. Vagy a gerincedet törték. És csak úgy, úgy tudsz kikúszni, de erre azt mondja, hogy nyugodj meg. Nem kell többet nélkülöz. Nem kell többé igen nélkül lenned. Gyere, mert az én asztalomnál van a helyed, az áldásnak a helyén. Hol? Jeruzsálemben. A békének a helyén. És mit mond az ige? Sokkal jobb. És hogyha a Jeruzsálem az úr jelenléte, akkor sokkal jobb az úr házának küszöbén, mint sok ezer más helyen. Hallod ezt az igét? Csak a küszöbén legyek. És nem tudom, te hogy voltál vele, én voltam úgy nagyon sokszor, hogy olyan terhek nyomták a vállamat, olyan terhek voltak rajtam, hogy még férfiként is, csak sóhajtozni, ha nem szégyelte volna az ember, még lehet, hogy a könny is kicsordult volna az ember szeméből, de amint belépett az ember a gyülekezetbe, és csak az első akordok csendültek föl, Azonnal tudtam, hogy otthon vagyok. Hazajöttem. És nem akarok semmi más, csak az Urat szolgálni. És ez erre er a jelenlétre, az Istennek ez a jelenléte kell, hogy betöltse az életünket. És ebből ő nem zár ki bennünket, mert azt mondja, hogy mindig ott van a helyed. Ezért ezt kell megtanuljuk megbecsülni, értékelni, megvizsgálni a magad életét is, mert az Úr jó tervezett felőled. És hogyha megrekedtél, ha sérelmeket hordozol, akkor kérlek, ne engedd meg azt a luxus, mert ma luxus sérelmeket őrizgetni a szívben, hagyni, hogy emiatt elszakadj az igétől. Lassan úgy történik, hogy kapod az igét, egyre szűkül a cső, amin keresztül az ige bejut a, a szívbe, és aztán elapad, és nem, nem jut élet, mert az ige életet közvetít. Nem jut élet a szellemedbe, a lelkedbe, a testedbe. Ezért nagyon fontos az, hogy a lelkünk is megújjon az ige által, és kezd, az ige elkezdi helyre rakni, a Szent Szellemmel fölkent ige elkezdi helyre rakni a lelkedet. Elkezded magad úgy látni, hogy te, aki eddig vesztes voltál, vesztesnek, vesztesként néztél magadra, szól az ige, és akarod hallani, hogy mit szól hozzád az Úr, akkor egyszer csak a prédikált igéből azt hallod, hogy te győztes vagy. És figyelj, lehet, hogy úgy mész innen még ki, hogy a veszteség, a veszteség életérzése ott van, a vesztes életérzés ott van rajtad. De mivel kapaszkodsz az igébe, és azt mondod ki, amikor jön ez az életérzés, én győztes vagyok Krisztusban. Én győztes vagyok Krisztusban. Elhiszed nekem, hogy ez az egy kijelentés képes úgy átjárni a bensődet, nem mondom, hogy egyből. De addig gyakorlod, míg át nem töri. Én azzal, hogy szeretett ember vagyok, én rendszeresen ezt vallottam meg. Szeretett ember vagyok. Még hogyha nem is így éreztem magam, a fusztrációk miatt, vajon mi miatt, na de így éreztem magam, és egyszer csak gépjármű vezetés közben átszakadt. És tudtam, hogy szeretett ember vagyok. És nem vergődtem azon, hogy most mi van. Többé nem. Miért? Mert ragaszkodtam, mert tudom, hogy az ige tud kiemelni engem onnan, vagy tudod kiemelni onnan, ahol voltam. Az ige számodra is, az üzenet számodra is az, hogy gyere ki onnan, mert én irgalmasságot cselekszem. És az otthonod, a lakhelyed a királyházában van. Köszönöm, hogy meghallgattatok.